Sziasztok! Ez az októberi haul videó, amiben beszámolok arról, hogy miket kaptam, szereztem ebben a hónapban, miket vásároltam. Hát egy nagyon hosszú videóra készüljetek, mert tényleg így körbe vagyok pakolva mindennel, és úgy döntöttem, hogy tematikusan fogok beszámolni ismét a dolgokról, viszont előjáróban el kell mondanom, hogy volt, amit kaptam ebbe a hónapba, mivel hogy voltam a L'Oréal Blogger díjén, ahol kaptunk egy goodie bag-et. Gondolkoztam, hogy külön beszámolok róla, de inkább ömlesztve egy hatalmas, grandiózus haul videóban fogom inkább ezt most így kivitelezni. Úgyhogy bele is vágok, mert tényleg hosszú-hosszú lesz ez a videó. Az első az arcápolás mindig. Hát most ebben a hónapban a Ziajának az egyik arckrémét próbáltam ki, ami kecsketejes és nappali krém. Mint tudjátok, nagyon-nagyon szeretem a Ziaja termékeket, úgyhogy nem volt kétséges, hogy a kozmetikai irányba is ki fogom próbálni, hogy mit tud, hiszen eddig a tusfürdőket ismertem csak meg, és hát ebben a brutál nagy dobozban van ez a kis tégely, ami annyira nem is kicsi, hiszen 50 ml-es, és bőrgyógyászatilag tesztelt krémről van szó, ami érzékeny bőrűeknek is ajánlott. Nincsen illata. A leginkább az illata a rendes nívára, a kék dobozosra emlékeztet, hiszen nincsen benne plusz illatanyag, és száraz ránc képződésre hajlamos bőrre ajánlják, mivel nekem mostanában megint kiújult az allergia a bőrömön, ami így kiszárítja és viszket az egész arcom, és mint kiderült valami, erre vagyok végül is allergiás a ropira. Úgyhogy szükségem volt erre, hogy rendbe tegye a bőrömet, a lerosposzé mellett úgy döntöttem, hogy más irányba is nézelődök, hiszen az jóval drágább. Úgyhogy eddig nagyon bevált, viszont anyukám is rákapott, úgyhogy lehet, hogy az övé lesz ez a termék, de majd erről bővebben beszámolok, hogy miket tapasztaltam. A következő, ami arcápolás, az a L'Oréal Párizsnak a Nutrigold arcolaja, amiről én nekem először az volt a véleményem, hogy olajakat én is kenek az arcomra, méghozzá elég sok fajtát, hiszen szoktam időnként kókuszsírral vagy kókuszolajjal bekenni a bőrömet, nagyon szépen kisimítja. Szőlőmagolajat konkrétan a ráncokra érdemes felvinni, és az is nagyon szépen rendbe teszi, de hát ugye az argánolaj, ami valami csodálatos, úgyhogy úgy voltam vele, hogy nincs új a nap alatt, hát eljutott ideig a L'Oréal is, hogy olajat kenjünk a bőrünkre végre, és most ugye ez nagy trend, hogy olajas termékeket gyártanak, de hát először, amikor kipróbáltam, ilyen kis üvegcsében van, ez nagyon tetszett, nagyon tetszik az adagolója is, úgyhogy annyira nem is nehéz adagolni. Az illata először nekem nem jött be, viszont annyira nyugtató, hogy este szoktam felvinni, és annyira ellazít. Gondolom ez a levendula olajnak köszönhető, ami benne van. Meg is nézem. Van benne 8 esszenciális olajat tartalmaz, és a napról napra bőr tónusosabb lesz, életteli ragyogó, és nem lesz zsíros textúra. Napi használatra ajánlják minden korosztálynak, ahogy én látom, bár én csak a ráncokat kenem, tehát csak a homlokomra vittem fel. Levendula, rózsa, rozmarin, kamilla, majoranna, muskátli, narancs és angol levendula olajat tartalmaz. Hát a levendula, ami kiérezhető belőle, és nagyon jó, tényleg annyira nyugtató, és a tónusosabb arcbőr tényleg működik, viszont én csak estére tudom használni, mert nekem igenis olajos tőle a bőröm, tehát erre sminket felvinni szerintem nem igazán lehet. Hát ennyi, ami ilyen arcápolással kapcsolatos volt ebben a hónapban, úgyhogy most áttérek a sminkekre, ugye ha már az arcnál járunk, és kezdem a legklasszabb dologgal, amit ebben a hónapban találtam, ez a H&M-nek a kontúrpalettája, ami valami zseniális szerintem, hiszen csak egy ezres, és van benne highlight, nagyon nehezen nyílik ki néha, ezen mindig csodálkozom. Szóval jó az ár, és van benne highlighter, pirosító és bronzosító. A highlighter kicsit porzik, viszont ettől függetlenül nagyon jól ellátja a feladatát. Ugye highlight,
pirosító és a bronzer. Most is ezzel vagyok kikészítve, ezzel vagyok sminkelve, és szerintem nagyon megéri. Aki egy kezdő kontúrpalettát szeretne, az vegye meg a H&M-et verzióját, és akkor utána már tudja, hogy milyen irányba szeretne tapogatózni. Mondjuk én nekem a folyékony highlighterek jobban bejönnek, de ez is nagyon klassz és könnyen kezelhető, szépen pigmentált. De erről már írtam, úgyhogy az infoboxba a tesztet bővebben gyönyörű képekkel megnézhetitek, mert ezek a képek tényleg jól sikerültek. Nos, a következő az a L'Oréal Paris, vagy Paris-nak a barna géles szemöldök formázója. Nekem eddig a szemöldök ceruzával volt kapcsolatom, illetve a szemöldök porokkal, mind a kettőt nagyon szeretem. Régen tini koromban volt ilyen átlátszó gél, ami szempilla spirálos felvívő applikátorra volt. Nos, ez is olyan, és van ebből is átlátszó, hát nekem a barna van, és most ezzel készítettem a szemöldökömet, vagyis ezzel is, mert egy kis ceruzával azért rásegítettem a lyukas részeket betömni. Amúgy egy nagyon pici applikátora van, amivel könnyű felvinni a festéket, és szépen lehet formázni a szemöldököt. Jónak mondom, de nekem amúgy ez kevés a szemöldök formázáshoz, mert nincs elég sűrű szemöldököm, de kiegészítésnek tökéletes. A Lancôme-nak a szempilla spirálját, a legújabbat, a Grandiose, ami a hattyúnyakáról híres, ami újítás, próbálhattam ki. Van benne, hoppá, egy papír, ami leírja, hogy mit tud ez a szempilla spirál. Biztos, hogy lesz róla teszt, mert nagyon, nagyon érdekes termék, gyönyörű a csomagolása, itt egy rózsa, ami a Lancôme rózsa, és tényleg nagyon szép kis kivitelezés, és hát a hattyúnyak, ami miatt különleges és érdekes, hogy ilyen ferde. Könnyű beférni a belső szemzugba, illetve a külső szemzugba, szóval az alsó szempillákhoz is kényelmesen oda lehet férni, úgyhogy ez egy praktikus kis eszköznek tűnik, és ilyen szilikonos a keféje, azt hiszem úgy hívják ezt, úgyhogy tényleg szép nagy szempillákat csinál, de annyira engem nem nyűgözött eddig még le. Igazából egy jó minőségű spirálnak tartom, de az ára és az érték, hát az ára az nagyon elrettentő szerintem. A L'Oréal blogger díján, amikor voltam, erről is berakom lentre majd a beszámolómat, akkor Larion Oscar sminkmester, aki a Maybellinnek a sminkmestere is a Fashion Week-en is sminket, mutatott pár nagyon jó Maybelline terméket, és ebből engem leginkább ez a Master Drama szemceruza fogott meg hihetetlenül, mivel kerestem egy olyan szemceruzát, vagyis akkor még nem tudtam, hogy keresem, de igen, kerestem, ami tényleg fekete és a vízvonalba is fennmarad egész nap. Nos, ez tényleg fennmarad a vízvonalba, sőt, bárhova, ahova húzunk bele egy csíkot, ez ott marad, amíg le nem mossuk. De a legdurvább, hogy még lemosni is nagyon nehéz, és most megmutatom, hogy mit tud ez a fantasztikus ceruza. Ezzel győzött meg Oscar. Tehát így alig értem hozzá, és brutál fekete, igazi feketét lehet vele húzni. Lehet ugye nyilván vékonyabbat is, bár én nekem ez nincs kihegyezve. Viszont valaki, aki tudja, hogy ezt hogy lehet normálisan kihegyezni, milyen hegyezővel, az majd írja már meg, mert ez az egy kínom van vele, hogy rendesen hegyezni nem tudom, mert annyira puha ez a festék része, hogy borzasztóan törik a színe, viszont megéri szerintem még így is a 2500 forintot, amíg körül lehet kapni, mert csodálatos. Ami nagyon-nagyon nagy paletta, végre is beszereztem, az a Claire's-ben vásároltam Budapesten ezt az óriás gigaméretű palettát. Úgy gondoltam, hogy szükségem van egy ilyenre, viszont nézegettem az árait, és még ott se láttam értelmét, sőt, ilyen se, viszont ezt 1400 forintért leakciózva vásároltam. Úgyhogy nagyon sok szín van benne, és elég pigmentáltak. Most is ezzel vagyok kifestve egy barna árnyalattal, de vannak benne kékek, zöldek,
Lilák, szóval egy nagyon kihasználható paletta, és sok földszín tartalmaz, úgyhogy szuper. És amikor hazavittem, akkor jöttem rá, hogy hoho, ez még tud mást is, mert így el lehet tolni ezt a felső színeket, és ki lehet nyitni egy ilyen tükrös részt, és van benne 4 pirosító, vannak benne bázisok, illetve szemöldök formázó 3 szín. Mindegyik szintén nagyon pigmentált, úgyhogy zseniális paletta szerintem 1400 forintért. Érdemes a Claire's-be benézni időnként. Voltam gyógyszertárba is, minden hónapban eldöntöm, hogy végre veszek gyógyszertári alkoholt, illetve sebbenzint, ugye 70%-os alkohol az mire jó, arra, hogy a palettákat lefertőtlenítsük, meg újraélesszük, úgyhogy erre mindenképp szükségem volt, és egy ilyen szórófejes adagolóba beletettem, úgyhogy így egyszerűen tudom fertőtleníteni a palettákat, illetve sebbenzin, ez ugye az ecsetek mosására is alkalmas, időnként át szoktam ezzel is mosni, a baba samponon kívül az ecseteket. Nos, jöjjenek a körömlakkok, ismét vásároltam. Vettem egy ilyen repedezős körömlak szettet, amiben vannak rendes körömlakok, illetve repedezős körömlakok, ez is Claire's. És úgy gondoltam, hogy ez majd a ti karácsonyi ajándék játékaitokba fog belekerülni ez az egész szett, úgyhogy ennek valaki majd örülni fog. Úgyhogy ezt ki se próbáltam. Viszont kipróbáltam Claire's körömlakkot, egy fedőlakkot, ami szerintem gyönyörű szép, ilyen neonszínű glittereket tartalmaz, és egy 990 forint volt. És erről nem sokára lesz egy bejegyzés, mert szerintem a legcukibb, ami létezik. Valamint 300 forintos akció keretében vettem egy ilyen narancssárgás pirosos Claire's körömlakkot is. Ilyen színárnyalatom még nem volt, sőt nem is láttam még sehol, úgyhogy 300 forintot úgy döntöttem, hogy megér. Illatokban most kaptam egy Giorgio Armani parfümöt, vagyis Eau de Toilette-et. Ez az Acqua di Gio... Ja, vagy valami ilyesmi, szóval, igen, szóval ő a parfüm, nem tudom, hogy kell kimondani, mert gondolom, ezt összesen kell, úgyhogy így nem fogok találgatni. Nagyon-nagyon szép az üvege, elég nagy, úgyhogy szerintem ez sokáig ki fog tartani, addig én nem voltam parfümös, de ez az illet, ez meggyőzött, hogy mostanában minden nap befújom magamat, hogyha ha kiteszem a lábam a lakásból ezzel. Úgyhogy ennél nagyobb teli találat számomra nem is tudom, hogy mi lehetne jó a Hugo Bossnak a femélye, de azon kívül ez valami is zseniális. Úgyhogy ő az új illatom. Testápolás. Az Iajának egy új tusfürdőjét, hát nem új számomra, új tusfürdőjét próbáltam ki. Ez egy olivabogyós verzió. Nagyon-nagyon jó illata van, és nagyon jól habzik, úgyhogy én ezt ilyen nagy habfürdőknek szoktam megcsinálni magamnak, jó forró fürdőket, és tényleg nagyon jó, mivel nem szárad ettől a bőröm, úgyhogy nem kell testápolóznom, amikor ővel elfürdök. Ezen kívül még egy narancsos tusfürdőjét vásároltam meg, az pedig igazi téli illat, az olyan, mint amikor ketté vágjuk a narancsot, tehát tényleg olyan illata van. Ő kimaradt a fürdőszobába véletlenül, viszont a bejegyzést ezt beteszem lentre, és elolvashatjátok róla a véleményemet. A La Roche-Posay-nak a Lipikár Baum AP Plus testápolóját is kipróbáltam, vagyis ez egy balzsam. Méghozzá keresem a magyart. Testápoló balzsam, irritációs és viszket is ellen, azonnal nyugtatja a bőrt. Nos, én ezt az arcomra is fel szoktam vinni, amikor viszket vagy allergiás reakciót mutat, úgyhogy abszolút szerintem egy nagyon jó kis termék, illetve nem száradt tőle sehol a bőröm. A másik, ami az Iajának a testápolója, amit szintén itt térre vásároltam, hát elég jó, szerintem nagyon hidratál, és tényleg
ettől se szárad a bőröm, viszont botonderre lecsapott, úgyhogy ezt ő használja elsősorban, de azért néha én is csenek belőle, hiszen nem mindig szükséges ez a La Roche-Posay ápolás és irritáció megszüntetés nekem. Ez inkább ilyen, úgy mondanám, amikor baj van, akkor veszem elő, ezt pedig inkább a mindennapokban használom. És nagyon jók ezek az adagolók, ezek a pumpás adagolók, én ezeket szeretem a legjobban, hiszen sokkal higiénikusabb és sokkal könnyebb, és egyfajta luxus érzetet is ad. Nos, ennyi volt a bőrápolás, és most a hajnövesztésben vagyok, de tényleg óriási hajnövesztésben, mert ugye csak eddig ér a hajam, és mindig törik le a vége, soha nem nő meg. Próbáltam, hogy vágattam. Volt, amikor nem vágattam mostanában például, hogy majd akkor megnő, de nem nő, úgyhogy most már felvettem a kesztyűt, és igenis meg fog nőni az én hajam. Úgy döntöttem, úgyhogy most tényleg rengetegféle terméket szereztem be, hajformázástól hajápolásig, hogy hát, ha most egy áttörés lesz, és lesz hosszú aranyhajam végre, nekem is, és nem csak másnak. Úgyhogy a L'Oréal-nak az Elszev sejmes olaját, hajolaját kezdtem el kipróbálni, hoppá, valaki keres. Szóval a L'Oréal-nak az Elszev hajolajával próbálkozom. Nagyon-nagyon jó, hiszen ugyan olaj, de nem nehezíti el a hajat, nem húzza le a loknikat, és gyönyörűen ápolja. Én törölköző száraz hajra szoktam egy-két pumpányit rá felvinni az egész hajra. Megszárítom, és utána még a hajvégekre is szoktam, sőt, néha este is így teszek rá, ha úgy érzem, illetve a gubancokat, mielőtt fésülném, azelőtt mindig be szoktam olajozni, és így kevésbé szakadnak a szálak. Most akarok egy speciális hajkefét is végre vásárolni, hogy a hajkefélés közben én nagyon kinyírom a hajamat időnként, úgyhogy arra is gondoltam, de most ővele próbálkozok, nagyon jó az illata, és könnyű felvinni. De róla is majd olvashattok. A következő az a Syosznak az egyik ilyen mihidratáló, regeneráló, kiváló kifésülést biztosító balzsamja. Hát őt használom a sampon után. Igazából hosszabb tapasztalatom még nincs, hiszen nemrég kezdtem el, de a Syosz termékeket én nagyon szeretem. Leginkább ugye a hajfestésnél használom, de most már samponnal is egy ilyen keratinos változatát használom. A L'Oréal-nak a Professional Duo Stylers egyik zöld verzióját próbálhattam ki, ami egy krém, egy hajkrém és egy ilyen formázó egyben. Hát igazából nem sok tapasztalatom van, egyszer próbáltam, nekem elég zselészerű. Ugye az lenne a lényege, hogy ápolja és formázza a hajat, nekem túl erős a tartása eddig, úgyhogy nem tudom, mennyire fogja elnyerni a szeretetemet, de eddig ő nem lett a szívem csücske, de majd még próbálgatom. Két hajhabot szereztem be, ez a szokásos Taft, ami az Ultra Strong változat ebből a zöldből, őt használom jó régóta, amióta a göndörhajóaknak való Taftot kivonták a forgalomból. Viszont olvastam valamelyik blogon, de nem tudnám megmondani, hogy hol, a Vellának, a Vella Flexnek van egy göndörhajóaknak való hajhabja, úgyhogy őt ki akarom próbálni, még pár napja szereztem be, azóta nem göndörítettem a hajam, mint látjátok, ilyen kontyom most mindenféle falevéllel teletűzdelve, úgyhogy ez még a jövő zenéje, hogy mit tud, de nagyon kíváncsi vagyok rá. És még haj, egy sampon is a Vichy-nek az egyik Dercos Neogenic samponját próbálgatom, ami hajnövesztésre van, illetve dúsítja, és a hulló hajat szünteti meg. Hát nekem nem hullik ugyan a hajam, de szeretnék dúsabb hajat. Már egy ideje próbálgattam, nagyon jó, könnyed tűl a hajam, és tényleg dúsabbnak tűnik, viszont nekem szerintem egy kicsit irritálja a fejbőröm, vagyis így szárítja ki. Nem korpásodom, hanem viszket tőle a fejbőröm száraz. Úgyhogy erre még ki kell találnom valamit, hogy esetleg valamit a hajtövekre, vagy a fejbőrt bőrt valahogy ápolni mellette, mert egy kicsit ilyen, hát engem szárít. De ettől függetlenül ez egy jó kis termék, akinek nem ilyen száradásra hajlamos a haja.
vagy a hajtöve, vagy a fejbőre, fejbőre azaz. A Kerasztész nevezetű, vagy Kerasztáz nevezetű márka szintén L'Oréalos, és a VIP Volume in Powder nevezetű dolog, ami igazából egy hajtóemelő, ami ilyen púderállagú, vagyis ilyen porállagú, de fújós verziójú. Engem a száraz samponokra, ezekre a fújós száraz samponokra emlékeztet, viszont nem hagy maga után ilyen fehér port, ami nagyon jó, és tényleg gyönyörűen megemeli a hajtöveket, nem kell tupírozni hozzá, és tényleg ilyen nagy borzos oroszlán sörényt tudok vele készíteni, viszont amit negatívumnak eddig látok, hogy egy-két nappal a használat után nekem meg kell mosni a hajamat, mert nem annyira, tehát érzem, hogy úgy zsírosodott, vagy nem tudom, hogy magába szedte maga ez a por a fejnek, a fejbőrnek a zsírjait, olajait, szóval a fagyút, úgyhogy ennyit, amit eddig kifogásnak látok, de még ez is egy hosszabb. Hát nyilván ezek a hajtermékek a leghosszabb ideig tesztelendő dolgok, illetve a bőrápolás, a sminkről tudok mindig legjobban beszámolni, leghamarabb, mivel hogy nyilván az annyira nem kell hosszú tapasztalat hozzá. Nos, áttérek végre a ruhákra, és már nem olyan sok van, remélem. Vettem egy bakancsot végre, eljutottam ideig, hogy egy bakancsot is beszerezzek. Hát szerintem nagyon-nagyon szép, bár boton szerint nagyon gáz, de hát ők neki konzervatívabb az ízlése. Hátul cipzáró, de hát ilyen arany csatok, jó feltűnő, egészen kényelmes, bár ez is feltört, mint minden cipő, úgyhogy ezt a Deichmannba lehet megvenni egy ezres, 10 000-ért, 9 900, ha jól emlékszem, úgyhogy őt választottam ki most a térre társamul. Jártam az Angexbe is, soha nem szoktam szinte ott vásárolni, nekem Turikból itt a nyíregyházi Angex abszolút nem jön be, viszont mindig betírek, hát ha mégis, és most hát ha mégis volt, és egy ilyen szűrös mellényt sikerült vadásznom, ami szerintem gyönyörű. Botond szerint úgy nézek ki benne, mint egy bárány, és nagyon nem tetszik neki amúgy, anya szerint, mint egy juhász. Szerintem meg tök nőc is, úgyhogy nem érdekel, nekem bejön. Amúgy egy 14-es méret, tehát rám nagy, de övvel hordom, és tök jó meleg, úgyhogy és nem érdekel mások véleménye, nekem tetszik. Vásároltam végre egy fekete farmert. Minden évben én ezeket a basic darabokat utálom megvenni, viszont utána nagyon örülök évekig, ha megvannak. Fekete farmerem már nagyon régóta nem volt, úgyhogy a H&M-be vásároltam ezt 5 vagy 6 ezer forintért. Nagyon elasztikus, úgyhogy felveszi a testem vonalát. Mondjuk sajnos kiadja így néha, amikor a combomra sikerül híznem egy-két ilyen hurkát, úgyhogy ez motivál, hogy vékonyabb legyek és izmosabb combú, de nagyon jó, mert végre van egy fekete farmerom. Mint tudjátok, a Joynak és a Pervolnak volt egy közös játéka, ami Instagramon futott, és aminél bekerültem a döntőbe, outfitet kellett Instagramra feltölteni, és betegelni a Pervol gardróbot, illetve a Joy magazint, és ebből kifolyólag első körben nyertem 5 darab mosószert a Pervoltól, illetve a második körbe ugye tovább jutottam a döntőbe, és én öltöztettem 2 modellt, ami szerintem nagyon jó élmény volt, viszont voltak mindenféle kavarodások, meg kompromisszumok, úgyhogy erről írni fogok egy cikket, mert tényleg érdekes volt maga ez a dolog. Online oldalakról kellett kiválasztani, márkák oldalairól a ruhákat. Sajnos arra az eseményre nem tudtam felmenni, úgyhogy ez így kimaradt. Viszont elküldtek egy szettet, vagyis én először azt hittem, hogy mind a 2 szettet elküldik, de egy szettet elküldtek, és ami a modellen volt, a 2 modellen, és ez a szoknya az egyik darabja, ami H&M-ből van, és szerintem csodálatos, és jól is áll szerintem. Álvonalú szoknya, nem túl mini, attól függetlenül, hogy úgy néz ki, és derékig feljön, úgyhogy nagyon szuperül karcsúsít.
Egy csipkés berakásos Stradivarius felső, ilyen hosszújú. Laza nagyon, de behúzva a szoknyába is mutatós, illetve farmerral simán csak így. Úgyhogy ez is egy nagyon jó kis alapdarabja lesz a téli ruhatáramnak. Valamint egy pár cipő is társult ehhez, ami 39-es, úgyhogy rám baromi nagy, ilyen sötét kék, majdnem feketébe hajló lakrésszel, illetve ilyen bézs velúr anyagból készült orrésszel, ami egy Stradivarius márkájú, viszont hát nem tudok vele igazából mit kezdeni, úgyhogy szerintem ettől majd meg kell válnom, és el fogom adni, vagy ilyesmi, vagy majd egy blokszil alkalmával felteszem. Úgyhogy nagyon-nagyon jó kis darabokkal a szoknyának külön örülök, tényleg az szerintem a legjobb. És még ezen kívül kihagytam a pulcsit, ami rajtam van, úgyhogy azért felejtettem el. Erről láthatatok a outfitet, ugye ez egy ilyen kardigán, ami poncsószerű kardigán, szerintem nagyon jó, nagyon meleg, övvel és öv nélkül is szoktam hordani. És ezután áttérek a limlomokra. Limlomok, amiket vásároltam, meg ilyen bigyók. Vettem egy, ez is Claire's, 1400 forint volt, egy fülhallgatót, és így tudunk egyszerre boton, de teljesen különböző dolgokat nézni, és nem zavarjuk egymást, úgyhogy ez egy nagyon praktikus dolog volt. És mivel csak rózsaszínben ez volt az utolsó darab, ezért nem igazából nem válogathattam, bár valószínű, hogy ezt választottam volna a labból. Vásároltam a Kikben egy ilyen bögrét, vagyis többet, mert úgy döntöttem, aztán visszamentem, hogy ajándékba ez nagyon-nagyon jó lesz, és hát szárnyai vannak, mint látjátok. 700 forint volt, ha jól emlékszem, de mindjárt megnézem. 630 forint volt, annyira megéri szerintem bármikor egy bögre, és hát ez hipercuki, úgyhogy nagymamám és keresztanyámnak is fogok adni belőle. Kimászok egy pillantra a képből, hogy megszerezzem a dolgokat. Egy ilyen termoszbögrét is kaptam Botontól Pesten, ez Starbucksos. Én nem azért vagyok rákattanva a Starbucksra, mert most hiperdivatos, hanem tényleg finom a kávéja, és akartam már egy ilyen termoszbögrét, viszont nem láttam sehol. Aztán megvettük a Starbucksosat, és persze azóta mindenhol ezt láttam, úgyhogy már egy kicsit azt mondom, hogy bánom, hogy ezt választottam, hiszen egy színvekbe is volt, de nagyon jó, mert ugye rengeteget vonatozok a suli miatt, és szükségem van arra, hogy meleg tea legalább legyen a gyomromba, és a máv nem fűtünk, mert spórolunk dolgát, megúszom, és ne kapjak tüdőgyulladást, úgyhogy ez van. Választottam még a Kikben egy ilyen konyhravaló virágot, ezt így rá kell húzni a konyhra, és ugye rózsák, és anya is választott nekem egyet tőlem függetlenül, úgyhogy ismeri az ízlésemet, úgyhogy van fekete és bordó, szuper, szerintem nagyon jó, ez is ilyen 500 forint körüli összegért lehetett kapni. Valamint ebben a hónapban úgy döntöttem, hogy a Made by Me, amiről én már írtam Győző Évának az alkotásai, hogy megvásárolom azt a nyakláncot tőle, amit az egyik outfitembe viseltem, ami ilyen képzeletbeli, mit vennék fel, hogyha a Fashion Week-en lennék outfit volt. Egy kulcsot ábrázol ez a nyaklánc, és szerintem gyönyörű, valamint még itt lapul egy fülbevalója is, ami pedig egy régi gomb párosból van, ami ilyen hímzett gomb, és hát én imádom az ilyesmit, úgyhogy őt se tudtam így elengedni. És még egy ilyen lakásdekorációs dologra térek át, egy ilyen tök a Halloweenra. Most úgy döntöttem, hogy begyűjtem idén az összes jó nem idén, szóval az évek alatt az összes ilyen ünnephez kapcsolódó dekorációt, és ezeket fogom variálgatni, és még világít is. Na jó, nem ezért vettem meg, mert világít, ezt utána vettem észre, de nagyon cuki. És amit kaptam, egy drága olvasóm küldte nekem, és nagyon-nagyon köszönöm ezúton is, az egy ilyen kis karkötő, ami tököket formáz, és hát tudjuk, hogy melyik márkái, viszont én nem tudom, hogy hova tettem el a csomagolását, úgyhogy ezért
örök bocsánat kérés, tényleg nem találom, de szerintem gyönyörű is. És köszönöm, mert ez annyira halloweeni. Valamint egy utolsó dolgot mutatok, ami szintén kikből van, ez pedig egy teadoboz. Egy elég gagyi kivitel, hiszen ez egy műanyag lap, amire rá van írva, hogy tea, illetve az öcsém asztalos lesz, és azt mondta, hogy a doboz is elég szörnyű, viszont 920 forint volt, tehát 1000 forintba se került, és a funkcióját tökéletesen ellátja, úgyhogy nem érdekel, mit mondanak a pasik róla, mert botonnak se tetszett, szerintem ez nagyon praktikus egy konyhába, főleg ilyenkor én nagyon teás vagyok, úgyhogy szükségem volt rá. Hát ennyi lett volna a mostani hol videó, szerintem így mindent elmondtam, és baromi hosszúra sikerült, de remélem azért tetszik, és tetszett nektek. Hogyha igen, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, nézzétek meg a blogot, nézegessétek végig a cikkeket, amiket belinkeltem, és ami a hónaphoz kapcsolódik, és tartsatok legközelebb is velem. Sziasztok!